A bíróság csütörtökön rendelt el az előzetes letartóztatását annak a komlói nőnek, aki május 30-án vízbe folytatta gyermekét. A főgyészség szerint a nő nem lehetett beszámítható, amikor tettét elkövette. Pszichés állapotára figyelemmel a letartóztatását az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben hajtják végre. Az általunk megkérdezett szakértő szerint szülés utáni depresszió lehetett a fő oka a tragédiának. Ez az esetek túlnyomó többségében valamilyen negatív élménnyel társul vagy az édesanyának saját maga irányába, vagy a gyermek irányába, hogy nem tudja ellátni, vagy nem akarja őt ellátni. És szélsőséges esetekben, mint a mostani, eljuthat odáig, hogy akár a gyermekében, vagy bizonyos esetekben saját magában tesz kárt ez az édesanyja. A sajtóban megjelent nyilatkozatok szerint a család ritkán hagyta magára a nőt a gyermekkel. Azt, hogy mi történt, az épp megérkező nagyszülők vették észre, ők hívták a segélyhívót. Káplár Mátyás szerint a szülések 10%-ánál fordul elő ilyen depresszió, amely ha nem kezelik, akár ilyen esetekhez is vezethet. Ez valójában egy belső folyamat, tehát a hormonháztartásának a felborulása miatt éli át ezt a negatív élményt, és természetesen a külső tényezők, akár a gyereksírás, akár az, hogy nem érez megfelelő támogatást a környezetéből, függetlenül attól, hogy ez megvan vagy nincsen a valóságban, juthat el arra, hogy ő ezt nem bírja, nem akarja, nem tudja tovább csinálni. A bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyú, 10 évtől 20 évig vagy életfogytig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Azonban amennyiben az elmeorvosi szakértő szerint kóros elme állapotban gyilkolt, nem számít büntethetőnek, így nincs kizárva az sem, hogy az eljárás végén felmentik a nőt. Erre példa egy 2019-es szónoki eset, akkor egy helyi nő három hónapos gyermekét folytotta vízbe, de végül nem kellett börtönbe vonulnia.